Babylon 5. Sok mindent ajánlottam már a science fiction berkeim belül, filmeket, sorozatokat, de a Babylon 5-tel teljesen más a helyzet. Röviden, tömören, ez a legjobb sorozat, amit valaha láttam, és bemutattam ezen a csatornán. Olyan torony magasan, hogy 2 évbe telt, mire neki tudtam veselkedni, hogy méltó úti kalauszt készítsek hozzá. Amit tudni kell, hogy zéró nosztalgia dolgozott bennem, amikor néhány éve először néztem meg a Babylon 5-öt. Hallomásból és kóborképekből ismertem a sorozatot, de nem láttam gyerekként, így teljesen ismeretlenül ugorhattam fejest a majdnem 30 éves sorozatba. 1994-ben járunk, ami már önmagában egy beszédes év. Tudjuk azt, hogy akkoriban a sorozatozásban nem ömlött úgy a pénz, mint manapság, a színészek sosem kaptak olyan megbecsülést, mint filmes társaik, gyakran érthető okokból, maguk a sorozatok pedig epizódikusak voltak. Akkoriban nézhették az emberek a Star Trek-eket, riogatott az Outer Limits, berobbant a Sliders, borzongatott az X-akták. S bár az X-akták már igyekezett behozni az évadokon átívelő átfogóbb történetszálakat, azért aki látta, az tudja, hogy ez nagyjából 3-4 epizódot jelentett a 24 epizódos évadokban, azokat leszámítva maradt az epizódikus receptnél. Szóval nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Babylon 5 volt a science fiction első igazán átgondolt sorozata, ahol az egész előre meg lett írva egyfajta regényként, és az első pillanattól kezdve 5 évadon át egy tudatosan felépített, hatalmas, grandiózus, sokszereplős történetet követhettünk végig. Michael Straczynski 5 évadnyi anyagot írt meg, mire nekifogtak egyáltalán a sorozat egyéb munkálatainak. A víziója úttörő volt a korban, sőt, még ma is ritkaság számba megy az, hogy egy showrunner 5 évadnyi anyagot gyúrjon össze, hiszen minden a nézettségekről, a kaszákról szól. Egyszerűen nem láthatják előre, mennyire lesz valami sikeres, és megkapja a további évadok berendelését, így gyakran 2-3 évadnyi, lényegében koncepciós forgatókönyvnél nem nagyon jutnak tovább. A Babylon esetén nem koncepciókról, nem forgatókönyvázatokról beszélünk. Egy hatalmas, rengeteg fajt és karaktert mozgató, élő, lélegző, gigászi űroperáról, amiben minden elem előre ki volt gondolva. És ha már most azon kattogsz, hogy jó, de hogy néz ez már ki? Hát bízzál bennem, tudom. Gondolkoztam, hogy mennyire nehéz feladat lesz a mai kor emberének eladni ezt a sorozatot és megérvelni, miért is kell látnod annak ellenére, hogy... Annyit mondok, látvány vagy sztori? Soha nem volt erősebb a kontraszt, mint a B5 esetén. Siránkozunk manapság, hogy üresek, klisések a mai alkotások, hiába néznek ki jól. Hát barátom, de most itt a lehetőség, hogy olyan történetet kapj, amitől leesik az arcod. Na de nézzük is, mivel állunk szemben. Babylon Projekt. 2245-ben járunk. Az emberiség éppen csak kilépett a csillagok közé, mely a sorozat világában egyenlő egy intelligens faj második korba lépésével csillagközi szinten. Ám az ember büszkesége hamar majdnem el is hozta a véget számára. Alig 90 évvel a csillagközi utazás és az első kapcsolat felvétel után már tűrhető pozíciót tudhatott magáénak a Föld, azonban nem hallgatva a tanácsokra, mégis megközelítették a Minbari faj felségterületét, ahol aztán jól félreértelmezve azok hagyományos üdvözletét, félelemből szétlőtték a Minbari hajót, mely történetesen a faj nagy tanácsát szállította, és ezzel megölve annak vezetőjét. Hát nem is kell mondani, hogy ezzel sikerült nagyjából 5 perc leforgása alatt háborút kirobbantani a galaxis egyik legfejlettebb fajával. A Föld-Minbari háború egy meglehetősen egyoldalú háború volt, inkább úgy hívnám, mint az emberiség gyors lefolyású kigyomlálása a galaxisból. Flották, kolóniák, űrállomások napokon belül bármiféle ellentámadás lehetősége nélkül tűntek el a Minbari haragjának tüzében. A háború, vagy inkább intergalaktikus verés eljutott arra a pontra, amikor már csak az emberiség utolsó védvonala, a földi flotta állt a Föld és a Minbari között. Az irgalmatlan méretű Minbari flotta szinte egy pillantás alatt zúzta szét ezt a flottát, amikor is olyan dolog történt, amelyre senki nem számított. A Minbari hirtelen leállította a támadást, beszüntette a háborút és visszatért a hazájába. Szevasz! A háború lezárásának oka az egyik érdekes rejtélye a sorozatnak. Ezek voltak tehát az előzményei a sorozat cselekményének, mely a Babylon projekttel folytatódott. Tanulva a múlt hibáiból, és hogy egy hasonló összetűzés, mely egy faj majdhogy nem teljes pusztulásával végződik, sose ismétlődjön meg, az emberiség 2248-ban elindította a Babylon projektet. Ennek a célja az volt, hogy létrehozzanak egy diplomáciai meccéspontot az űrben, egy független teret, ahol az intelligens fajok közötti nézeteltéréseket békés kommunikáció és viták útján tudják megoldani.
ezért kezdték meg a Babilon űrállomások építését, ám az első három űrállomás szabotás áldozata lett és felrobbant, a negyedik űrállomás pedig egyszerűen rejtélyes körülmények között eltűnt, a teljes legénységgel együtt, miután elindult. Így végül egyetlen űrállomás készült el és maradt is meg, a Babilon 5. Amely egy 5 mérföld hosszú űrállomás, melyen 2500 fős személyzet igyekszik egyben tartani a 250 ezer embernek és idegennek szállást adó létesítményt. 18 fényévre helyezkedik el a Földtől, egy Epsilon 3 nevű bolygó körül keringve, egy jump gate mellett, melyek a Babilon 5 világában a csillagközi közlekedés alapjai. Itt még a legfejlettebb fajok hajói sem képesek csak úgy maguktól ugrálni a hipertérben, mindenképp az ugrókapu hálózatot kell használniuk. Ennél fogva a kapuk technológiája az egyik legértékesebb erőforrás a galaxisban. Na de vissza a B5-höz. Történetünk főhelyszíne és mindennek az origója tehát ez az űrállomás, mely az intergalaktikus békét hivatott fenntartani. Ennek elérése érdekében a Babilon 5-re érkeznek mindenfaj nagykövetei az el nem kötelezett világok ligájából, mely az intelligens fajok közötti szövetségszerű egyesülés. A cél tehát az, hogy ahelyett, hogy újra és újra kirobbanó háborúkban egymásnak essenek, inkább leüljenek ezen az űrállomáson és diplomatikus úton oldják meg a bolygóik között fellobbanó feszültségeket. A babiloni zűrzavar miatt tehát teli találat az űrállomás neve, ugyanis amennyire egyszerűnek hangzik leülni egy sör mellett legutáltabb alien barátunkkal, hamar rájövünk, hogy a Babilon 5-ön harapni lehet a feszültséget minden pillanatban. Amit érdemes már most kiemelni a sorozatról, hogy az idegen fajok nem csak hegyesfülűek, meg rothadó szemöldökűek, meg gyűrött homlokúak, mint nagyrészt a Star Trekben. A sorozat 5 fajt fog rendkívül részletesen mozgatni, őket aztán tényleg oda-vissza meg fogjuk ismerni, mind a kultúrájukat, vallásukat, múltjukat és jövőképüket, a sérelmeiket, ellenfeleiket és indítékaikat egyaránt. Ez az 5 faj lesz, nyilván az emberek, a Minbari, akikkel harcoltak, az egymással szemben álló Centauri és a Narn, valamint a titokzatos Vorlon birodalom. A fókusz bár rajtuk van, de ezeken kívül még vagy 15 intelligens faj reprezentálja magát az űrállomáson, és még ott vannak azok a titokzatos alien entitások is, mint például az árnyak, akik az egész Babilon 5 antagonistáiként szerepelnek. Mielőtt mélyebben belemegyünk a történetbe, szeretnék néhány szót szólni a vizualitásról, mert tudom, hogy erről akarsz hallani. Mert nyilvánvalóan ez az egyetlen hátránya a sorozatnak manapság. Első körben ki kell emelnem, a teljes Babilon 5 sorozat 2021-ben megkapta a Blu-ray remastert, és nekem volt szerencsém ezt látni. Tűéles, lenyűgöző élmény volt. Aki a sorozat megtekintésére adja a fejét, annak csak és kizárólag ezt a verziót ajánlom, de még azoknak is, akik azelőtt látták a sorozatot, egyszerűen egy csoda ez a felújított verzió. Na de mire számíthatsz a sorozat látványvilágától? Hát a helyszín klasszikusan 90-es évek sci-fi interiőrjeire hajaz, nekem jóval élettel teli volt, mint például a Battlestar galaktikái. Statiszta is van jócskán, hiszen egy irgalmatlan méretű űrállomásról van szó. Azt tudni kell, hogy a B5 maszkjai hibátlanok, mai napig. Nem csoda, hogy Emmyre is jelölték ezen a téren. Nem csak ócska arcpakolásokat látunk, a rendkívül kreatív és hitelesen gyártott protézisek, arcok nem hátráltatták a színészek munkáját, a gesztusok, arcjáték minden tökéletesen átszűrődik mögülük. Olyan szinten, hogy a Jacquard megformáló színészre, miután rákerestem, alig akartam elhinni, hogy egy teljesen más ember van a maszk alatt. Annyira profi munkát végeztek vele. Szóval kosztümös, maszkos téren senkinek nem kell megijedni, a sorozat hibátlan. Ahol mai szemmel hátrányban van, az természetesen a CGI. 93-ban vagyunk, sorozatok világában. A B5 nagy hátránya, hogy az alacsony büdzsé miatt azt sem tehették meg, mint más sci-fi társaik, például a Deep Space Nine, hogy az űrhajóikhoz valódi, megépített modellek álljanak rendelkezésre, így 100%-osan kezdeti CGI-t alkalmaztak. Ez pedig látszik. A remaster egyébként sokat segít, így a 93-as pixelfos helyett felzárkózik a 97-es Wing Commander átvezetőinek szintjére. Le kell szögeznem, hogy attól, hogy ele volt a CGI, az, amit odavarázsoltak vele a vászonra, az nagyon grandiózus, és sok tekintetben hitelesebb még így is, mint egyes mai űrcsaták. Milyen mai űrcsaták? Mindegy. Tegyünk is egy múltbéli sétát 93-ban. Now for the first time you can buy the software and run it on your home Amiga without the extra hardware. It's called Lightwave 3D and it produces some pretty spectacular special effects. If you're a Babylon 5 fan, you'll recognize that of course as the Vorlon spaceship. Szóval az van, hogy a B5 teljes animációját Amigán készítették. Azt a remasterelt animációt, amit te itt most látsz, szerencsétlenek 93-ban 24 darab Amiga 2000-es PC-n könyörülték össze. Egyike volt a sorozatoknak, ami elhagyta a makettezést és a miniatűröket költséghatékonysági okokból, és teljesen a számítógépes animációra támaszkodtak.
A 24 Amigából 16-tal rendereltek, mindegyik 32 megabájtnyi RAM-mal pirította a lézert, valamint a kollektív tudatuk egy Novell hálózaton keresztül kapcsolódott egy most figyelj, 12 gigás szerverre. Ott a szörny. Az animáció egyetlen képkockáját 45 perc alatt sikítva izzadták ki magukból az Amigák. Csak összehasonlításként, hogy hol tartunk ma, mármint 2009-ben. Az Avatar kirendeléséhez 40 000 processzor zakatolt, és voltak olyan frémek, melyek 30-40 órát vettek igénybe, emellett a film egy petabájtot foglalt, ami ugye 1000 tera, tehát 83 000-szer több helyet foglalt, mint a Babylon 5. Gyakorlatilag a Veta gépei bútolás közben kirendelték volna a B5 teljes animációját. De hogy ezt 93-ban letették az asztalra. És ha azt vesszük, 93-tól 2009-ig mindössze 15 éves technológiai fejlődésről beszélünk. Azt mondanám, hogy az elején szokni kell, a látványt tényleg szokni kell, főleg ha nem fogyasztasz rendszeresen régi filmeket, játékokat, akkor talán több időbe fog telni visszatekerni az inger küszöböd és befogadni, amit kínál a vizuál. Utána viszont, ha elkap az égszí, és a sorozat megvillantja meg annyi erősségét, hamar be tud húzni. Érdemes picit a Babylon 5 mögött álló tudományos háttérről is beszélni. Amikor a 90-es évek elején elkezdődött a forgatás, a NASA egyik kaliforniai űrközpontjában, a JPL, remélem jól mondom, tiszteletét tette ott, és temérdek tanáccsal látták el a stábot. Na de mit reagáltak erre a készítők? Konkrétan, tiszteletben tartottak mindent, amit csak hallottak, és a B5-öt a korhoz mérten a lehető legtudományosabb megközelítéssel dolgozták ki. Ez magára az űrállomásra is igaz, később 1999-ben a NASA mutatott egy űrállomás tervezetet, ami gyanúsan hasonló volt a Babylon 5 kinézetéhez. Sokan kérdezték, hogy miért nyúlták le a B5-öt, amikor is elmondták, hogy valójában az ő ötleteik alapján készült, amit ennyire hitelesen megfogadtak a készítők. Nyilván ma már tudományosan az Expanse magasan viszi a prímet minden tekintetben, de a B5 a maga 30 éves múltjával még mindig nincs túlságosan lemaradva. A sorozatban például nagy odafigyeléssel nyúltak a Babylon 5 űrállomás védelmében nagy szerepet játszó Star Fury viselkedéséhez. Ezeket a kis vadászokat fúziós reaktor látja el energiával, ám amikor látjuk őket egy éles küzdelemben, lényegében minden a fúvókákkal való stabilizálásról szól. A B5 világában a tehetetlenség maximálisan érezhető. Ha kikapcsolják a meghajtókat, az nem jelenti azt, hogy a hajó megáll. A kipörgés az egyik legveszélyesebb ellenfél, és gyakran más sem hallunk, csak a fúvókák halk sziszegését, a dübörgő és menő Star Wars-os hangeffektek helyett. Egyébként a Star Fury kinézete egy jelképes elismerés volt Ron Cobb felé, aki az utolsó csillagharcosban látható hajót, a Gunstar-t tervezte. Magának a B5 belső tereinek ábrázolása is korhoz mérten egész hangulatos, a nagy távolságokat monorélekkel utazzák át, az 5 évad végére pedig szinte otthonosnak fogjuk érezni a tisztek lakrészét, de megfordulunk majd a rengeteg faj szabadidejének eltöltése céljából létrehozott kocsmákban, pubokban, az orvosi részlegen, a dokkokban és a gépészeknél is. Beszéljünk kicsit a sorozat erősségeiről. Számomra kettő tényező van, ami miatt az abszolút kedvencemként tekintek a sorozatra. Az egyik, az maga a kibontakozó rejtély. A sorozat mitológiája, amely fokról fokra terebélyesedik ki az 5 évadon át. A másik pedig a végletekig árnyalt karakterei. A Dr. Who-nál elmeséltem, hogy milyen nehézkesen tudtam rávenni magam, hogy nézem a sorozatot, annyira elborzasztottak a kezdeti epizódok. Ez egyébként mindig tud adni egy gyomrost a nézőnek, amikor valamiről már annyi jót hallott, és akaratán kívül az elvárásai így az egekbe repülnek. Aztán végre leül elé, és így... Wow, ez meg mi? Te is nézed ezt a videót, elhiszed, hogy jó, ráveszed magad, leülsz majd a Babylon 5 elé, és tudod, mi fog fogadni? Ez az ember. Ez. Mármint Centauri vagy Kentauri. Név szerint Londo Morali. A kopasz homlokával és pával egyező hajszerkezetével, túljátszott teátrális monológiaival, gicses és olcsó bazári ruhába öltöztetve. Azt hittem, instant kinyomom két epizód után. Ő volt az oka, amért csak lassan tudtam aklimatizálódni a sorozathoz. És tudod, mi volt az oka, hogy mégis maradtam az elején? Londo Morali. Szóval az van, hogy ebből a tenyérbe mászó, kezdetben irritáló karakterből válik majd a sorozat egyik legmélyebb, legrétegzettebb személyisége, akinek minden büszkesége és ripacskodása mögött brutálisan embert próbáló dilemmák sorozata vár majd. Miközben az egész sorozat talán leghatalmasabb terhe ereszkedik szép lassan a vállára. Ez egyébként az egész sorozatra jellemző, ha felépítettséget vesszük alapul. Amikor az első évadot megnézed, még nem teljesen fogod érteni, hogy hová tartunk és miről is van itt szó. Még egy kicsit epizódikusnak is fog tűnni a dolog, sok elem nem fog egyből a helyére kerülni.
Igen, rengeteg puzzle van a Babylon 5-ben, amik csupán évadokkal később fognak klikkelni és értelmet nyerni, bizonyítva a történet átgondoltságát. Alapvetően van egy hatalmas Tolkieni beütése a dolognak, és ezt nem csak én látom bele, Straczynski vállalatlan inspirálódott a Lot felépítéséből. Gondoljatok csak bele, itt is rengeteg fajjal van dolgunk, háborúzgatnak, rivalizálgatnak egymással, ám végül kénytelenek valami törékeny szövetséget létrehozni, de miért? Hát azok miatt, akikről még részleteiben nem beszéltünk, a Babylon 5 sötét fenyegetéséről, magukról, az árnyakról. Ez a faj, ami jóval az ismert űröm kívülről érkezik, amikről csak mendemondák tesznek említést, vagy a Vorlonoknak van csupán némi homályos és megfoghatatlan elképzelése. Ez a faj, ami talán 100 000 évek óta most ismét visszatért a galaxisba, aminek a neve valójában több mint 10 000 betűből állna, ha egyáltalán lenne olyan faj, ami képes lenne azt kiejteni. A jelenlétüket úgy fedezték fel, hogy bizonyos űrhajók észrevették a furcsa jelenséget a kozmoszban, amint bizonyos pontokon eltünedeznek a csillagok, mintha hatalmas éjfekete hajók úsznának el előttük. Ám csak nagyon kevés hajó tudott visszatérni, hogy beszámoljon ezekről a jelenségekről. Hogy némi szójátékkal éljek, az árnyak előárnyékolása valami olyan izgalmas élmény volt számomra, amit rég nem kaptam meg sorozattól. Eleinte azt sem tudtuk, mik ők, kik ők, aztán a fokozódó jelenlétük által generált feszültség és terror egyre közelebb kúszva a kozmos sötétjéből rátelepszik mind az űrállomásra, mind az egész lakott galaxisra. Hogy legyen viszonyítási alapotok, mivel állunk szemben, a Babylon 5-ön lévő fajok szinte kivétel nélkül a második korba tartoznak. A sorozat világában az intelligens fajokat 5-ös skálán mérik. Az első korban azok vannak, akik még a saját bolygójukról sem jutottak ki, szóval meglehetősen fejletlenek még technológiai szinten. Az 5. korban pedig az igazi, ősi, kozmikus öregek vannak, mint például az árnyak és a Vorlonok, az úgynevezett elsők. Igen, a Vorlonok is. Nem csak a közelgő árnyak rejtélye nagyon izgalmas, de bizony, egy a hozzájuk hasonló egyenrangú faj, a Vorlonok is jelen vannak a sorozatban, sőt, magán a Babylon 5-ön is van egy delegációjuk. Biológiai testüket senki nem látta, csak a páncélt, amiben elrejtik a valójukat. Gyakran ködösen, rejtvényekben beszélnek, általában leszpoilerezik az egész sorozatot egy-két mondatban úgy, hogy te semmit nem értesz belőle. Csak évadokkal később esik le némi hidegrázás kísérletén, hogy ja, hát a Vorlon ezt is megmondta. Igen, nekik igen nagy szerepük lesz főhőseink támogatásában és terelgetésében, ami az árnyfenyegetést illeti. És már az első megjelenésüktől kezdve tiszta sor, hogy a történetszálak túlmutatnak majd a Babylon 5-ön zajló fajok közötti interakciókon. De ha már belekezdtünk a karakterekbe, beszéljünk is kicsit róluk. A Battlestar Galacticánál elmondtam kendőzetlen véleményemet, hogy bár érdekesnek tartottam a sztorit, de a sorozat végére egyértelművé vált számomra, hogy egyetlen karakter sem érdekel. Vagy egyenesen irritáló a nagy része. Persze, tudom, emberi karaktereket akartak írni azok minden hibájával együtt. Oké. De gondolom, te sem válogatod a baráti körödbe azokat a lényeket, akiktől egyenesen a falat kaparod, csak mert olyan emberien tökéletlenek. Amikor az ember egy sorozatot néz, nem árt, hogyha a hősöket lehet is szeretni valamiért. Meg lehet őket érteni, lehet velük azonosulni és aggódni értük. Legalább egy kicsit. És ez nem zárja ki azt, hogy hibázzanak természetesen, de azért ne legyenek már kivétel nélkül rettenetesen elfuserált emberpéldányok egytől egyig, főleg, hogyha hosszú évadokon át kell őket nézni. Na, Babylon 5-tel szerencsére más a helyzet. Itt szinte kivétel nélkül bírtam a főbb karaktereket, még azokat is, akiket gyengébb színészek formáltak meg. Igen, ezt azért érdemes megemlíteni, hogy távolról sem Oscar-gyanús színészekkel indulunk, viszont ahogy haladunk előre a sorozatban, látványosan megfigyelhető, hogy a színészek beleértek a szerepükbe, és teljesen magukévá tették a karaktereket. Számomra talán a legelső évad volt egy kicsit döcögős, és bár némileg spoiler, mégis érdemes elmondani, hogy a Babylon 5-nek az első évadban más a kapitánya, mint a hátralévő évadokban. A kapitány pedig lényegében a legtöbb játékidővel bíró főhős, szóval igencsak meghatározó. Az első évadban Michael O'Hare vezeti a B5-öt, akit Jeffrey Sinclair formál meg. Ezt a mondatot is kiírta. Szóval fordítva, Jeffrey Sinclair vezeti a B5-öt, akit Michael O'Hare formál meg. Ő egy nagyon barátságos, már-már kapitányhoz mérve túlontúl barátságos, empatikus, jó lelkű figura. Olyan mindenki barátja kategória. Sajnos a valóságban egészen más történt. Michael O'Hare súlyos mentális problémákkal küzdött a forgatás során, fokozatosan erősödő paranoid téveszmék gyötörték, és emiatt sorozatosan konfliktusokba került a kollégáival, ami veszélyeztette az egész sorozat forgatását is. Végül az első évvel után már nem tudtak vele együtt dolgozni, és a betegsége miatt új kapitányt kellett keresniük.
És bár ez egy szomorú háttérsztori, de tény, hogy számomra innentől kezdett dübörögni a Babylon 5 gépezete, amikor a fedélzetre lépett Captain John Sheridan. Talán az ember át sem gondolja, mennyire jelentőségteljes egy ilyen sorozatban a kapitány karaktere, személyisége, és hogy ez mennyire rá tudja nyomni bélyegét az egész alkotásra. Ha megkérdezném, hogy neked, ki a kedvenc kapitányod ezekből a sorozatokból, kit mondanál? Sokan nyilván Adam a kapitányt a Galaktikából. Oké, nem rossz, szigorú, tekintélyparancsoló, de emberi oldalról meglehetősen problémás, ha engem kérdezel. Malcolm? Firefly? Jó fej, és van fellépése is, amikor arra szükség van. Azonban a versenyből olyan szempontból kiesne nálam, hogy túl kicsi legénységet kellett igazgatnia ahhoz, hogy a döntési készsége igazán a felszínre jöjjön. Ilyen téren az Expanse-ben Holdenre sokkal keményebb dilemmák hárultak, viszont az ő személye meg messze elmarad az említettekétől, főleg, hogyha tekintélyről beszélünk. Steven Strait azért nem az a színész, aki fellépésével le tudná hűteni a levegőt egy zajongó teremben. Oké, Picard vagy Kirk a Star Trekből, nem? Esélyesé a többség számára valamelyikük lenne az abszolút befutó és valahol érthető is. Nálam viszont Sheridan. Best Captain ever, akit sorozatra vittek. Mondom ezt úgy, hogy a második évadban a belépője egyenesen kiakasztotta megírt, erőltetett beszédével. Azt hittem, hogy valami ócska politikus pajáca lépett a hídra, aztán hamar leesett, hogy egyszerűen azért van ez, mert a karakter tapasztalatlan az efféle protokollok tekintetében, de annál talpra esettebb, amikor komplikált helyzetek gyors kiértékeléséről van szó, vagy azonnali döntéshozatalról. Sheridan nem egy 4-5 tagú hajó kormányzását kapta feladatául, de nem is egy 140 fős legénységet, mint a Voyageren. A Babylon 5-ön 2500 fős személyzetért felel, és 250 ezer lélek tartózkodik rajta. Gyakorlatilag a vállára nehezedő nyomás nem igazán hasonlítható össze semmilyen más kapitányok terheivel. Egyrészt az űrállomás mérete miatt, másrészt pedig a faj összetétele miatt sem. Ha belegondoltak, a Babylon 5 a béke bölcsőjének lett kitalálva, de az, hogy ez létrejöjjön, vért kell izzadnia minden fajnak, hogy érdemben tudja képviselni saját népe érdekeit anélkül, hogy a szavaival háborúba sodorná azt. Sheridan pedig egyszerre próbálja az emberek érdekeit is képviselni, másrészt pedig, mint független fél, eljárni más fajok közti konfliktusok rendezésében. Az alapvetően sem kis problémákat pedig csak tetézi majd az árnyak érkezése. Amikor a különböző fajok ügyes-bajos ügyei szinte háttérbe szorulnak a galaxisban feltűnő ősi jelenség fenyegető jelenléte miatt. A kérdés persze adott, hogy mégis mit tud egy ilyen űrállomás tenni az ügyben, hiszen a Babylon 5 fix pályán kering egy bolygó körül, nem rendelkezik egy csatahajó mobilitásával, bár az szény, hogyha kell, meg tudja védeni magát. Tetszett, hogy Sheridan mennyire elmélyül a sorozat végére a többi faj kultúrájában, megértésében, szép lassan kénytelen felülemelkedni minden elfogultságán az emberi fajt illetően, és egy másik nézőpontból figyelni, analizálni a konfliktus helyzeteket, lemenni a problémák kulturális és történelmi gyökeréig minden fajt illetően, és olyan megoldásokat keresni, amivel elkerülhető a vérontás. A helytállása, próbálkozása és jelleme rengeteget hozzáadott a sorozathoz. Egyszerre volt egy rendkívül megközelíthető, racionális, ugyanakkor barátságos személyiség, miközben szilárd, határozott vezetői képességei is túlzások nélkül mutatkoztak meg a sarkalatos helyzetekben. Nyilván rengeteg feszült szituáció, szembenállás és törékeny kapcsolat áll fenn egyes népek között, amire alig ha van ráhatása a Babylon 5-nek. Ilyen például a Centauri. Azért mondom Centaurinak, nem Kentaurinak, mert nem néztem soha magyar szinkronnal, nem tudom, hogy itthon hogy mondták. Ha Kentauri, akkor ez van. Szóval húzódik ez az évszázados gyűlölet a Kentauri és a Narn között, melyet a B5 fedélzetén a már említett Londo és a Narnok képviselője Zsökár között tapasztalhatunk meg. A most már Kentauri a múltban leigázta, majd egy évszázados rabszolgasorba sodorta a Narnt, ezzel nyilvánvalóan elvetve bennük a dű és a bosszúállás csiráját. Na most, ha semmi más okot nem mondanék ebben a videóban arra, hogy miért érdemes ezt a sorozatot nézni, csak ezt az egyet, akkor is megérni. A Londo és Zsökár közötti szinergia viszi a hátán az egész sót. A dialógusaikban folyamatosan egymásnak feszül két teljesen ellentétes kultúrájú nép nézőpontja. Az elnyomott és az elnyomó diskurzusai népeik tetteinek jogosságát illetően valami hihetetlenül izgalmasak. A Narn egy büszke nép. Olyan mértékben, hogy például a bolygójukon az egészségügyi ellátás egy nem megtűrt szektor. Gyakorlatilag egy szemüveget sem tudsz ott csináltatni, mert látássérültnek lenni egyszerűen a gyengeség jele. A fizikai tökéletesség mintapéldányainak tartják magukat, ezért egy kisebb testi fogyatékosság is rendkívüli szégyennek minősül a narni kultúrában. Na most akkor képzeld el ezt a szégyent,
amit ez a nép érez, amikor 100 éves rabszolga sorba taszítja a kentauri, a büszkeségüket egyenesen a sárba tiporták, és mindezt tapasztalhatjuk Zsakar személyén keresztül is, aki egyébként egy rendkívül művelt, kifinomult, tanult narni. Azonban, amikor Landóval kerül össze, nyilvánvalóan feltörnek benne az indulatok. A kapcsolatuk érdekessége főleg az, hogy ha leválasztanánk róluk a népük között feszülő ellentéteket, akkor ők ketten nagyon is jól meglennének egymással. Gyakran érződik az a kettőség, hogy ezek a lehető legjobb barátok lehetnének, sőt, mondhatni már azok, ha éppen nem akarnák egymást megölni, mert a sérelmeiket viszont képtelnek levetkezni. Nagyon érdekes, oda-vissza lengő inga a kapcsolatuk, egy igazi sevelese nélkület barát-ellenség kapcsolat, amely az évadok során aztán tényleg minden évet bejár. De nem csak a kentaur és a narn között áll fenn egy érdekes viszony, hiszen ott van még az első nagy háború két résztvevője, a Föld és a Minbari. Ezt Sheridan kapitány és Delenn kapcsolatán keresztül figyelhetjük meg. A Minbariknak szintén rendkívül komplex társadalmi berendezkedésük van, melyet különféle kasztokra tagolhatunk, mint például a harcos kaszt, a vallásos kaszt, a munkás kaszt. Ha röviden kéne valami hasonlattal élnem, azt mondanám, hogy a Minbari nép nem más, mint elfek az űrben. Nagyon sok hasonlatosságot lehet felfedezni bennük, főleg a fegyelem, büszkeség, magasztosság terén, bár az tény, hogy a Babilon 5 világában a legtöbb főbb faj, aki nagyobb teret kap, az mind nagyon büszke nép. Sheridan és Delenn kapcsolata nagyon hosszú utat jár be. Egy lassan épített, nem elkapkodott mellékszál, melyen keresztül nem csak egymás iránti érzelmeik épülését láthatjuk, hanem magának, az emberiségnek és a Minbari faj kapcsolatának egyre szorosabbra húzódó viszonyát, két nép között épülő hidat, melynek igen súlyos történeti alapja is van. Tehát a Babilon 5 népei átgondoltan, kulturálisan gazdagon lettek megírva, és bár csak a főbb népeket említettük, rengeteg faj képviselteti magát még rajtuk kívül ezen az űrállomáson. És nem csak a kulturális, de a technológiai különbözőségeik is igen jól lettek implementálva. Bár az animációk minősége olyan, amiről beszéltünk, mégis azokon keresztül is sikerült nekik átadni, hogy mennyire hatalmas szakadékok vannak egyes fajok fejlettsége között. Elég, ha csak a flottáikat, a hajóikat nézzük meg. Nyilván a kor miatt nagyon nehéz rendkívül jó minőségű hivatalos képeket találni ezekről a hajókról, de higgyétek el, űrhajók terén amúgy a sorozat igazi csemege. A hajók dizájnja hordozza megjelenésükben és működésükben is az adott nép kulturális gyökereit. Az űrcsatákban is jelen van az aszimmetria, és amit kifejezetten szerettem, hogy nem csak más alakú, szürke hajótesteket látunk, de a saját népeikre jellemző színpaletta és kreatív csatafestések is tarkítják a hajóikat. A technológiai korlátok ellenére pedig maguk az űrcsaták feszültek, mégis átláthatóak, és a sorozat csúcspontjain egyenesen vágni lehet a feszültséget. Nyilvánvalóan nem mondom azt, hogy 5 évadnyi tökéletességről beszélünk, van azért filler ebben a sorozatban is jócskán, de mint mondtam, ott is érdekes helyzeteket tárnak elénk, amik egy ilyen űrállomás életében felmerülhetnek. A főbb karakterek is a Babilon 5 különféle területeinek képviselői. A kapitányon kívül például ott van Ivanova, az elsőre befeszültnek tűnő első tiszt, akinek áthatóhatatlan szigara mögött mégis ott van egy humoros, szeretnivaló, de fegyelmezett nő. Az állomás biztonsági szolgálatáért felelős Garibaldi, akinek mellékszálain keresztül folyamatos inputot kapunk arról, hogy mennyire lehetetlen feladat egy ilyen gigászű űrállomás minden szintjén rendet teremteni és fenntartani a biztonságos környezetet, hiszen túl sok összetevő adott a lázadások kirobbanásához. Van egy doktorunk is, aki egyben a Babilon 5 medlapjának tiszti főorvosa, nem kisebb feladattal, mint ellátni az egész űrállomás különféle fajainak egészségügyi problémáit. Néha kapunk vészhelyzet epizódokat az űrben, ahol rendesen belemennek a xenobiológiai dilemmákba. És ezek is nagyon érdekesek tudnak lenni, hiszen a különféle fajok sajátos biológiai felépítettségük révén más és más problémákkal küzdenek a fedélzeten. És akkor még egy szót sem beszéltem például a Psycorpról, akiknek képviselői gyakran a legutálatosabb létformák közé tartoznak, és senki nem várja őket szívesen, amikor a B5 fedélzetére lépnek. A Psycorp egy földi szövetség, egy hatósági szerve, ahol lényegében elmevadászokat képeznek ki, akik képesek belelátni a fejekbe, és ezáltal a bűnöldözés egy rendkívül hatékony formáját képviselni, ám gyakran, de leginkább mindig saját titokzatos érdekeiket képviselve ügyködnek és folyamatosan nehezítik a Babilon 5 vezetőségének munkáját. Ha létezik tenyérbe mászó humanoid karakter, akkor hölgyeim és uraim, hadd mutassam be Alfred Bestert. Ha nem utálod meg első látásra, akkor majd a másodikra.
Zseniális, ahogy a színész hozza ezt az utálatos figurát, de egyben humoros is, ahogy a sorozat előre haladtával, ő legalább annyira utálni fog a Babylon 5 fedélzetére lépni, mint ahogy Sheridanék utálják újra és újra eljátszani a SciCorp kötelező fogadóbizottságát, és lefutni ugyanazokat a protokollköröket, amiktől mindenki a falra mászik. Ez a sorozat túl nagy ahhoz, hogy mindenről érdemben beszéljen az ember egy nekifutásra. De nem is baj, mert ha csak egy jó kedvcsinálóként funkcionál ez a videó, már megérte. Sok sorozat van a múltban, amiket élete során kihagyott az ember, de mindig be akarta pótolni őket, aztán amikor rászánta magát, rájött, hogy jobb lett volna ezt a korábban megnézni, mert mára elavult, a nosztalgia pedig már nem elég a teljes élményhez. A Babylon 5 nem ez a kategória. Az élmény friss volt, a történet erősebb, átgondoltabb és rétegzettebb, mint bármi, amit manapság láttam. A karakterek húsvérlények, az univerzuma pedig hatalmas, és lenne még benne bőven potenciál. Ami kifejezetten működik benne, az a saját kis világán belüli bővülés évadról évadra. Eleinte megismerjük magának az űrállomásnak a sajátos kis problémáit, a karakterek személyét, a bennük dúló kisebb-nagyobb viharokat, és aztán visszavesszük a fókuszt erről a mikrouniverzumról, hogy a grandiózusabb cselekményszálak is szerepet kaphassanak, hogy a Babylon 5-ön túli az egész galaxisra kiterjedő fenyegetés vagy konfliktus jelenléte átvegye a gyeplőt. Azonban ami kiváló húzás, hogy a B5 ezt a váltást nem úgy teszi meg, hogy elfeledkezik az apróbb, jelentéktelenebbnek tűnő történetszálakról, hanem egyszerűen befűzi őket a későbbi történések szövetébe, ezzel tovább fűszerezve azt. Egyetlen nagy hibája van a sorozatnak. Amikor a negyedik évadot forgatták, úgy tűnt, nem lesz lehetőségük elkészíteni az ötödik évadot. Ezért lényegében elvarták a szálakat és leforgatták a finálét is. Később úgy alakult, hogy mégis megkapják az ötödik évadot, ezért a sorozat fináléját, ami a negyedik évadhoz készült, áttették az ötödik végére. A gond ezzel az, hogy addigra már rengeteg szálat elvartak, így az ötödik évad nagy része, leginkább az első fele nevezhető fillernek, amely sajnos megtöri a Babylon 5 amúgy rettenetesen erős addigi anyagait. Ettől függetlenül az ötödik évad is a végére magára talál, és amikor az ember megtekinti a finálét, valami olyan epikus út végén találja magát, ahol vagy a könnyeivel küszködik a gyönyörű és érzelmes lezárás látva, vagy szimplán elégedetten bólint, mert oly régóta várt már valamire, ami így felmossa a padlót az elmúlt évek során mérhetetlen mélyre zuhant elvárásainkkal. Talán észrevettétek, hogy nem viszem túlzásba manapság a sorozatok bemutatását, de a filmekét sem. Az van, mérhetetlenül nagy a silánság, és a témák egyre igénytelenebb újrafeldolgozása, mintha ugyanazt a rágót rágnánk, de már azt is csak a kor idiotizmussal átitatott küszködéseinek és kvótáinak alávetve. A videó készülte alatt épp az Ashoka fut. Star Wars. Annyira unalmas. Nem, hogy a videót nem kívánok róla készíteni, de befejezni is erőfeszítést igényel, aztán tettem egy próbát a Star Trek Strange Worlds-el. Olyan, mint egy jó hangulatú nyári sláger. Kecsi, de nagyjából annyira mély, mint egy kiszáradt gyerekmedence. Gamer fronton ott a Starfield. Fősztori. Konkrétan annyi, hogy felkesz egyet 58 darabját ugyanannak az artifaknak, hogy a végén egy félperces transzcendens űrodüsszeia wannabe monológban rázúdítsanak egy megfoghatatlan klisétengert. Most azt kérdezed, hogy honnan jönnek ezek a random példák egy Babylon 5 videóban? Ezek a videó készítése közben a sci-fi zsáner különféle képviselői. És ahogy elmerültem a B5 világában, egyszerűen nevetséges az az érettség és komplexitásbeli különbség ezen 30 éves sorozat és a mai sci-fik nagy része között. Ez a kontraszt egyszerűen félelmetes. Így visszagondolva egyértelműen két cím sejlik fel, ami egyáltalán egy lapra tehető lenne a B5-tel, és sokat is inspirálódott belőle. A Mass Effect trilógia és az Expanse. De főleg a Mass Effect, ahol a fő történet szálat konkrétan átemelték. A Shadow-ok és a Reaper-ök majdhogy nem ugyanazzal a háttérrel, részben kinézettel is rendelkeznek, és a galaxisra kiszabott elhatározásuk is hasonló. Valamint Shepard pont ugyanúgy lavírozik a fajok közötti diplomácia világában, hogy egy oldalra állítsa őket a Reaper-ek ellen, ahogy teszi azt a Babylon 5 legénysége is az árnyak ellen. Az biztos, hogy jó forrásból inspirálódtak a játék során. Minden esetre a Babylon 5 véleményem szerint mindenféle clickbait nélkül a világ legjobb sci-fi sorozata. Ha nem láttad, nézd meg remasterben, hidd el, ennél őszintébb ajánlót nem fogsz találni a csatornán jó darabig, talán soha. Azt pedig csak remélhetjük, hogy előbb-utóbb elkészül a már rég beharangozott reboot is, amely produkciós elben poshad már évek óta, de legalább egy animációs filmet hamarosan kapni fogunk, mely 20 év után az első Babylon 5 anyag lesz. Ideje lenne már leporolni az IP-t. Bár, belegondolok az elmúlt évek franchise-ainak mélyrepülésére, lehet, hogy jobb is, hogy nem csinálnak. Hölgyeim és uraim, köszöntöm a figyelmet,
Ha tetszett ez a fél óra, akkor tetszeni fog a további 5 évad is. Bye bye! Got nothing but the stones in my hand.